nem vagy egyedül soha. Mindenki elcsesz valamit, szerintem minden nap. Mint szülő tudom, hogy borzasztó érzés, hogy hibázok, és hogy mindenki hibázik. Tehát az egyik feladat ennek a mai estének az, hogy ezt megmutassuk, hogy mindenki hibázik. Hogy így nyugodjatok meg. Elcseszni ér, hibázni ér, ki kell javítani, vagy meg kell érkezni belőle. A túlzsúfolt programok helyett a gyerekeknek a legnagyobb tanítómestere tényleg ez a bizonyos jelenlét, az egyszerűség és a figyelemnek a teremtő ereje. A hiba akkor hiba, hogyha nagyon sokszor elkövetjük. Nem akkor, hogyha egyszer rosszat teszünk, ha egyszer hangosan kiabálunk. Hát, hogyha hibázunk, az egy kisebbik probléma, mint hogyha benne maradunk a hibázásunkban. Ezek a legnagyobb fakapok, amikben évekig benne maradunk. A bűntudatba, az áldozatszerepbe rakjuk esetleg a gyerekünket, hogy mi elrontottunk valamit, és a gyerekem az áldozat. És szerintem ez sokkal károsabb, mint hogyha felelősséget vállalnék a hibáimért, és azt mondanám, hogy oké, ezt elcsesztem, és akkor holnaptól hogyan tovább. Kb. Kéne egy 1 millió év, hogy így elmondjak, hogy ezt, meg ezt, meg ezt, de erre a második kérdés, hogy mit nem rontottam el szülőként, tök rövid válaszolok önnek. Mosni és főzni nagyszerűen tudok így szülőként is. Fakább sztorik, azok felkészítenek arra, hogy mindig kicsit jobban csináljam azt, amit csinálok. Visszajön a gyerek, és azt mondja, hogy a múltkor ezt még tök bénán csináltad, de ma ebben a vitatkozásunkban már egész jól megy. 20 évvel ezelőtt például nem tettem volna meg ezt 30 éves korban, hogy megkérdezem a gyermekeimet, hogy ők mit gondolnak a hibázásról, én elmondtam volna. Tehát kiálltam volna ide, és elmondom, hogy tudjuk, hogy én mit hibáztam. És ez egy nagy változás, hogy úgy gondolom, nagyon fontos az a szempont, ő mint gyerek, hogy ők mit gondolnak hibázásnak. A szülői fakapnak tényleg nagy kedvenceim, és pont azért, mert van benne egy ilyen nagyon izgalmas kombináció, hogy sírunk rajta, nevetünk rajta, komoly témák vannak, könnyedebb témák vannak, és ezek valahogy olyan kombinációban jönnek ki, hogy közben el is gondolkodtatják az embert. Hogy lenne én boldog gyereket? Szerintem úgy, hogy legyünk mi boldogok. Hogy ahogy te élsz, az sokkal többet számít, mint amiről te beszélsz. Tehát nem az számít, hogy mit mondasz, hanem mit csinálsz. We'll be right back.